Köszöntelek újra a csatornámon, nagyon örülök, hogy együtt vagyunk, és annak különösen örülök, hogy ilyen sokan vagyunk együtt. Lassan egy hét feliratkozó hiány elérjük az 1000-et, és ez az álmaimat is túlszárnyalja. Úgyhogy minden okom megvan rá, hogy tripla nyugtatóba részesítsem magam. Az egyik, hogy egészségedre iszom egy rózsás szörpöt, rózsalimonádénak is mondják, és ez a rózsa az idegnyugtató. Beleteszek egy kis citromfüvet. A citromfű az szintén idegnyugtató, stresszoldó, és ezt szeretném neked megmutatni egyébként. Már az ókorban is felfedezték, már orvosi könyvekben is olvasunk róla, valami perzsa orvos is írt a citromfű lényeges idegnyugtató hatására. Úgy is mondják, hogy ideg erősítő. Szeretem ezt a szót. A rózsák kapcsolatában is mondhatjuk, hogy ideg erősítő, a citromfű is ideg erősítő. Hiszti gyógyszernek is hívják. Mégpedig azért, mert, és hogyha te férfi néző vagy, akkor tudod. Ha női néző vagy, akkor érzed, hogy menstruáció előtt néhány nappal szétrobbansz a feszültségtől. A citromfű segít ebben. A citromfű kisimítja az idegeket, oldja a stresszt, és ezáltal harmonizálja az idegrendszert. Képzeld el, hogy én akkor találkoztam először ezzel a növénnyel, amikor Budapesten egy új házba költöztem, és ott örököltem egy bokrot. És főztem belőle citromfű teát, jól megitattam a vendéget, és a teraszon majdnem bealudtunk tőle. Megittunk egy kancsóval ketten, és olyan álmosak voltunk, hogy beszélgetni sem tudtunk. De akkor már gyanítottam azt, amit most tudok, hogy segíti az elalvást. Nyilván, hogy segíti, hiszen mondtam, hogy stresszoldó, és ezért. Na, hogy miért éppen itt ülök, erre nagyon egyszerű a válasz, hogyha te mostanában kezdenél el gyógynövényeket tartani, vagy egyáltalán foglalkozni a gyógynövényel, akkor ezt a megoldást ajánlom neked. Ha itt körbe megyünk, látod, hogy óalakban, vagy mondjuk azt, hogy Anita, ha egy kicsit közelebb jössz, akkor jobban leszek hallható, hogy patkó alakban ültettem citromfüvet, ez majd szépen meg fog nőni, sövényszerűen. A közepébe tettem ezt a trágyahordó talicskát, amire én ülök, mert hogy kineveztem nyugágynak, és semmi más nem csinálok, csak iszok egy kis limonádét, vagy elolvasom az újságot, vagy kiülök ide egy jó könyvvel, mondjuk egy órára, és a citromfűből felszálló illóolaj az agyi ereimet kisimítja. Tehát én ezt tartom az egyik legjobb gyógynövénytermesztési megoldásnak, hogy ültetünk egy bokorral, vagy kettővel, és mellé ülünk. És akkor már elmondhatjuk, hogy hű, de jó nekünk. Egyébként még emésztés is segít a citromfű, segíti a májműködés, segít a fogyásban, de ami a legfontosabb, hogy stresszoldó, alvássegítő, hisztik ez elő egészségedre. Hű, de finom. Yeah.